Kedves Ercsiek! Ady Endre szép ünnepi soraival szeretném köszönteni a város apraját és nagyját. Harang csendül, ének zendül, messze zsong a hálaének. Az én kedves kis falumban karácsonykor magába száll minden lélek. Minden ember szeretettel borul földre imádkozni. Az én kedves kis falumba a messiás boldogságot szokott hozni. Ezt a messiás hozta, mély, igaz boldogságot kívánom az én kedves kis falum minden lakójának egy küzdelmes év végén és egy izgalmas 2014 küszöbén. Abban a kiváltságban volt részem, hogy részt vettem az önök gyermekeinek óvodai és iskolai ünneplésében. Sőt, az óviban meghívtak a gyerekek, hogy játszunk együtt. Teljesen magával ragadott az egyszerű, őszinte gyermeki szeretet, az ünneplés, a csillogó és romlatlan tekintetek. Ezek a kis emberek még tudnak valamit, amit mi már elfelejtettünk, vagy nem merünk valóságként kezelni. Ők tudják, hogy szükségük van szüleik és nevelői gondoskodására, és nem szégyellik ezt. Igénylik és el is fogadják a segítséget, és ugrálva örülnek, ha valami ajándékot kapnak, őszintén meglepődnek és gondtalanul játszanak a család és a felnőtt világ örömére. Ady versének befejező sorai viszont már csak egy álomról, egy vágyról beszélnek. Karácsonyi reggel, ha valóra válna, igazi boldogság szállna a világra. Számára, de a mai felnőttek gondolkodásában is a karácsony regévé, távoli, talán igaz sem volt történetté vált, és ezzel valljuk be, az örömünk is alább hagyott. Úgy érezzük, csak magunkra számíthatunk, és látjuk, hogy a fejünkre nőnek a bajok, gondok. Pedig a karácsonyi történet, Jézus születése történelmileg kétségbe vonhatatlan tény. A római történetírók, például Josephus Flavius írása és az azóta történt ásatások, kutatások mind alátámasztják a bibliai történetet. Az évszázadok során a felnőtt világ döntött úgy, hogy regének nyilvánítja a Jézus Krisztusról, Isten szeretetéről szóló történetet. Ezzel az Isten távoli öregúrrá, legjobb esetben is jóságos apókává vagy télapóvá vált, aki mondjuk egy óriás plakátról kacsint ránk, mondván, én is hiszek benned. De ezzel nem sokra megyünk, ezért az életünk roskasztó terhével magunkra maradunk. Szerintem itt az ideje újra gondolni ezt a kérdést. Fel is elismerni, hogy magunk nem boldogulunk, a boldogsághoz segítség kell. Odafordulni a betlehemi kisgyermekhez, a világ mindenség királyához, és kérni a segítségét, amit szívesen ad. Van, hogy közvetlenül, és van, hogy szeretteinken, szomszédainkon, barátainkon keresztül, de kész adni. 2014 újra egy rázós év lesz. De együtt és felülről érkező segítséggel leküzdhetjük az egyelőre még kevéssé ismert nehézségeket. Siránkozás és legyintés helyett előre vihetjük szeretett városunk sorsát. Háttérbe szoríthatjuk a sötétséget és a szürkeséget, ami ránk akar telepedni. Békésen, tisztességesen és felelősséggel választhatunk országos és helyi választásokon. Nemes és önzetlen dolgokra vállalkozhatunk egymásért és településünkért. Azt kívánom tiszta szívemből, hogy legyen ez az a karácsony, amikor a karácsonyi rege valóra válik. Amikor megtanulunk újra kérni és kapni, sőt, megtapasztaljuk az adás, az ajándékozás örömét is. Boldog karácsonyt kívánok mindenkinek!